gazda tüntetés, több száz járművel, traktorokkal és kombájnokkal vonultak fel pénteken az Áhonyi határátkelőnél a magyar gazdák. Bölcsőde bővítés Tiszavasváriban, épül egy 14 gyermek foglalkoztatására alkalmas csoportszoba, valamint személyzeti helyiségeket is kialakítanak. Okos parcella kő Kisvárdán, a jelzőkövet a Nemzeti Örökség Intézete állíttatta Béres József kutató születésének 104. évfordulóján. Több száz jármű, traktor és kombájn vonult fel pénteken az Áhonyi határátkelőnél, tiltakozva az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatala ellen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ellenőrizetlen minőségű termékek nem csak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is. A demonstrációval az ellen a tervezet ellen tiltakoztak a magyar gazdák, amely újabb egy évvel meghosszabbítaná a jelenlegi gyakorlatot. A megmozduláson több mint 1000-en vettek részt. A himnusz közös eléneklésével kezdődött péntek délelőtt a Magyar Gazdatársadalom tüntetése Záhonynál. Az ország valamennyi pontjáról érkeztek demonstrálók a magyar-ukrán határhoz. A helyszínen több mint egy kilométeres hosszúságban álltak a traktorok, összesen pedig több mint 1000-en jelentek meg az eseményen. A tüntetést az Európai Unió előkészítés alatt álló tervezete indokolta, miszerint újabb egy évvel meghosszabbítanák az ellenőrizetlen ukrán gabona és egyéb termékek behozatalát az uniós országokba. Tavaly elsőként szintén Záhonynál Magyarország szólalt fel az akkori állapot ellen, az elmúlt hetekben több nyugat-európai ország is csatlakozott a tiltakozáshoz. Mi már a szeptember 17-i megmozdulásunkat is kissé későinek éreztük a nehézségeink megoldása tekintetében. De Európa többi részén még csak most érte el a gazdatársak tűrő képességét, a problémák nagyságot. Mi most támogatólag csatlakozunk a kezdeményezésükhöz, bár tőlük nem kaptuk meg feltétlenül ugyanezt a támogatást, amikor a nyugati médiában az is elhangzott, hogy Magyarország ellen kereskedelmi korlátozást kellene bevezetni. Nem hallottuk, hogy bármely tagország gazdái szót emeltek volna mellettünk. Az uniós szabályozáson kívül eső ukrán gabonának és egyéb alapanyagoknak már meg is volt az első természetellenes következménye a beregi térségben, mondta el Tilki Attila, kormánypárti országgyűlési képviselő. Mi szembesülünk itt a határ mellett leghamarabb azzal, hogy szembesültünk azzal, hogy a szennyezett toxinnal szennyezett ukrán gabona következtében az őzek parókát növesztettek. Olyan természetellenes koronát, ami ennek következtében nőtt. És nem értjük, én se értem, mezei emberként, nem gazdálkodóként, hogyha arról beszélünk, hogy reformkonyha, egészséges táplálkozás, teljes kiőrlés, hogy engedheti meg az Unió azt, hogy Ukrajnából mindenféle, harmadik országból mindenféle ellenőrizhetetlen minőségű áru kerül be. Nekünk a magyar föld, a magyar gazdák a legfontosabbak. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, abszurdum, hogy az Európai Unió korlátozás nélkül hagyná forgalmazni az ismeretlen eredetű, génmanipulált ukrán gabonát. Én nem tudom, hogy itt ezek a brüsszeli hölgyek és urak miért gondolják azt, hogy ezzel a rendkívül szennyező formában előállított élelmiszerrel, ami egyébként nagy részben GMO-s, jobban járnak. Ezt akarják valóban a családjaiknak az asztalára tenni. Engem nem zavar, hogy nekik ez a perverziójuk egészségükre, egyik van nekik ez kell, de nehogy már nekünk is erre kelljen, hogy rákényszerüljünk. Azt gondoljuk, hogy ezt mi nem akarjuk. Ezt meg ők meggondolják, hogy mi szótlanul fogjuk nézni, ahogy a mészárszékre küldik szinte az egész európai vidéket, és benne a magyar is. Brüsszel, ez lesz a sorsunk, ez olvasható a tüntetésen bemutatott koporsón. Jakab István, a főszervező MAGOSZ elnöke arról beszélt, nem hagyják, hogy ellehetetlenítsék a magyar gazdákat, és hogy egészségtelen ételek kerüljenek a magyar családok asztalára. Semmi más nem akarunk, és ebben egységesek vagyunk ma már lassan minden érdekképviselettel Európában, hogy az a feltétel, az az előírás, amit nekünk itthon be kell tartani,
az vonatkozzon minden olyan országra, ahonnan ide terméket, élelmiszer, vagy kész élelmiszer terméket, alapanyagot hoznak be. Az vonatkozzon. Igen, reciprocitás, mondják a bűvel brüsszeliek. Hát igen, azonos feltételeket akarunk. Ezt akarja a reciprocitás. Ezt kell nekünk megoldani, ezt kell minden körülmények között. A tüntetés több mint 1000 résztvevője a beszédeket követően közvetlenül a határ átkelőhöz vonult, tiltakozva az Európai Unió tervezet ellen. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint egyébként 2024. júniusában jár le az ukrán exportra kivetett importvámok felfüggesztése. A gazdatüntetésen történtekkel bővebben foglalkozunk hétfői 35 perc című műsorunkban. Nyártól egy korszerűen felszerelt korai fejlesztő szoba áll rendelkezésére a sajátos nevelési igényű gyermekeknek Tiszavasvári bölcsődéjében. Az intézmény felújítására és bővítésére 175 millió forintot nyert el a város önkormányzata Európai Uniós pályázaton. A fejlesztésnek köszönhetően 90-re emelkedhet a létszám a Cseperedők bölcsődében, ahol 3 új munkahely is létesül. Munkában a malter keverő Tiszavasváriban. A szigetelő lapok pedig már az épület falain vannak. 3 héttel ezelőtt kezdődött el a kivitelezése annak a bölcsődei nevelési fejlesztésnek, melynek köszönhetően energetikailag korszerűsítik, és több mint 177 négyzetméternyi hasznos alapterülettel bővítik a Tiszavasvári Cseperedő bölcsödét. Elsősorban, ami számunkra fontos volt, és a mai világban mindenki számára fontos, az az energiahatékonyság. Az épület úgymond teljes egészében szigetelés alá fog kerülni, 15 cm, 10 cm, a tetőn pedig 30 cm-nyi hőszigetelés fog megvalósulni. Újra lesz színezve az épület, energiahatékonyság szempontjából sokkal jobb és sokkal modernebb lesz, de a mai világban azt tapasztaljuk, hogy az anyukák azok egyre hamarabb szeretnek a munkaerővilágába visszatérni, köszönhetően a kormányzati intézkedéseknek. Tiszavasvárira is ez a jellemző, és ez a pályázat tartalmaz egy bővítést is a felújításon az energiahatékonyságon kívül. Egy csoportszobával fog bővülni az intézmény, 14 fő gyermek kap majd itt lehetőséget, és kerül majd a jövőben elhelyezésre. Az építkezés és a korszerűsítés várhatóan nyár elejére elkészül, és 3 új munkahelyet is teremt az intézményben. Az új épületrészben kialakított korai fejlesztőszoba pedig nagyban megkönnyíti a szülők mindennapjait, de rendkívül fontos a gyermekek fejlődését tekintve is. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek abban a tekintetben, hogy azoknak a gyerekeknek, akik sajátos nevelési igényűek, vagy korai fejlesztésre javasolják a gyerekeket, itt helyben tudjunk lehetőséget biztosítani arra, hogy ezt a korai fejlesztést megkaphassák. Ideig ez nem volt járható út, mivel nem volt rá sem helyünk, sem felszerelés, de a bővítés során erre lehetőség nyílik, és egy fejlesztőszoba is kialakításra kerül a megfelelő eszközökkel együtt. A szakmai háttér, a személyi háttér is biztosított lesz. A teljes beruházás értéke 175 millió forint, amelyet a város önkormányzata Európai Uniós támogatásból finanszíroz. Rendszeresen igazoltatják az iskolából hiányzó diákokat Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye különböző pontjain. Ilyenkor megbizonyosodnak arról, hogy a fiatalok igazoltan maradtak távol az iskolától. A szerdai akcióban nem találtak olyan 14 év alattit, akit vissza kellett kísérni az iskolájába igazolatlan hiányzás miatt. Halló, jó napot kívánok, Olán János a vezetés, amit a rendőr főkapitányságról. Éppen egy csellendő akcióval veszünk részt, és a fiát igazoltattuk a városháza előtt. Így zajlik egy rendőri igazoltatás, amikor csellengő diákokat keresnek a hatóság emberei. Az akció 2012-ben indult Nyíregyházán, majd kiterjedt a vármegye más területeire is. Azóta pedig rendszeresek a hasonló ellenőrzések, ma már minden kapitányság érintett a programban. Sőt, a vármegyei kormányhivatal igazságügyi és gyámügyi főosztályának munkatársai, valamint kapitányságonként a helyi család és gyermekvédelmi központoknak a dolgozói is közreműködnek. A cél az, hogy a iskola köteles fiatal diákok azok iskola időben iskolában legyenek, és a
nem ott vannak, akkor elszámoltatjuk őket. Nyilván, hogyha gyermekkorúról beszélünk, akkor visszaszállítjuk az iskolába, hogyha nem tud igazolni a távollétét, a fiatalkor esetében pedig egy jelzéssel élünk az intézmény felé, hogy tudjon arról, hogy a diákja az tanköteles időben, az nem az iskolában volt engedély nélkül. A leggyakoribb kifogás az iskolától való távollétre, hogy egészségügyi problémákra hivatkoznak a diákok. Van, aki azt mondja, hogy egy másik oktatási intézménybe megy éppen iskola látogatásra, és van, aki ügyintézés céljából kéreckedett el a suliból. Ezt azonban hamar rövidre zárják a rendőrök, vagy a szülőt, vagy az osztályfőnököt, vagy az iskola igazgatóját hívják ilyenkor telefonon. Havonta általában két alkalommal van ilyen típusú akciónk a Vármegyében. Gyakorlatilag mindig van, aki a szűrőn úgymond megakad. 7-8 diákot szoktunk általában nagy általánosságban igazoltatni ilyen alkalmakkor, attól függően melyik városról beszélünk. Nyilván Nyíregyháza nagyobb város, ezért nagyobb az esély arra, hogy ilyen diákokat találjunk. Abból a 7-8-ból 1-2 szokott, aki nem tudja igazolni. Persze lehet, hogy utóbb tudja igazolni, de akkor a rendőrségnek nem tudja igazolni. Nyilván a cél az, hogy senki ne legyen bűncselekménynek az áldozata fiatalként, illetve hát ne is kövessen el semmilyen jogsértést. Legutóbb szerdán ellenőriztek a rendőrök 24 diákot. Közülük 3 középiskolás nem tudta igazolni távollétét, az ő esetükben értesítették az iskolát. Hasonló akciókat nem csak a közterületeken, az állomáson és plázák környékén is végez a hatóság. Fejfájás, vérnyomás, ingadozás, gyomor problémák, számos egészségügyi panaszt okozhat az időjárás az arra érzékenyeknél. Jelentős fronthatással ugyan a következő napokban nem kell számolni, a nagy hőmérséklet ingadozás azonban sokakat megvisel. Szokatlanul enyhe napok köszöntöttek ránk februárban. Annak ellenére, hogy jelentős fronthatással egyelőre nem kell számolni, a korán jött tavaszias idő sokaknál okozhat egészségügyi panaszokat. Az ilyenkor szokásosnál 10 vagy akár 12 fokkal is magasabbat mutatnak a hőmérők. És ez az enyhe idő igazán megterhelheti az emberek szervezetét, valamint a magasban enyhébb léghullámok érkeznek. És ez az időjárási frontokra, különösen érzékenyen reagálóknál gyenge melegfronti hatásokat okozhat. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, illetve vérnyomás ingadozás tapasztalható. A szélsőséges időjárás változások, a nagy hőmérséklet ingadozás, a légnyomás változása, a szél erőssége, a levegő minőségének romlása nem csak a felnőtteknél okozhat egészségügyi panaszokat. Elsősorban a felnőttek bizonyos típus kora területére jellemzőek ezek, de nem mentesek a gyerekek sem, csak maximum ők nem tudják, hogy mi a baj. A csecsemő sír, nyűgös, és sokszor ezek mögött is ilyen van. Természetesen óvatosnak kell lenni, hogy ezeket csak akkor mondjuk, hogyha ez a frontok vagy az időjárás okozza, ha minden más objektív tényezőt kizárunk, de ezek létező dolgok. És hát sokszor türelmesnek kell lenni, és hogyha már az illető tudja, hogy na, ilyen változás van, például mondjuk egy ilyen csapadékos időben lezuhon a légnyomás. Erre gyomorpanaszok szoktak jelentkezni, bélpanaszok jelentkezni. Ha hirtelen ugye meleg jön, akkor pedig a magas vérnyomás a probléma, hirtelen megemelkedik a vérnyomás. De ugye egyénenként változó, magyarul mindenkit érint, mindnyájunkat érint, csak egyénenként más és más módon. Az előrejelzések szerint a hét vége felé egy mediterrán ciklonhoz változást hazánk időjárásában. A ciklonhoz frontok ugyan nem kapcsolódnak, de mögötte hűvösebb légtömegek érkeznek, amelyek gyenge hidegfronti hatást okozhatnak majd. Okos parcella követ helyezett el Béres József feltaláló emlékére a Nemzeti Örökség Intézete a Kisvárdai temetőben. A jelző kövön található QR kód az intézet honlapján a kutató életútját, valamint a Nemzeti Sírkert védettségi kategóriába tartozó sírhelyeket is bemutatja. A Széchenyi díjas kutató 104 évvel ezelőtt született Záhonyban, életének jelentős részét azonban Kisvárdán töltötte. Okos parcellakő a kisvárdai temetőben. A jelzőkövet dr. Béres József Széchenyi díjas feltaláló születésének 104. évfordulója alkalmából helyezte el a Nemzeti Örökség Intézete. A kőbevésett QR kód segítségével az intézet honlapján nem csak a kutató életútja található meg, hanem virtuálisan valamennyi a Nemzeti Sírkert védettségi kategóriába sorolt sírhely fellelhető. Két évvel ezelőtt tavasztal kezdtük el azt a
csodálatos és méltó magyar történelmi személyiségeknek emléket állító folyamatot, hogy megjelöljük azt a 700 temetkezési helyet az országban, ahol az a körülbelül 6300 államilag védett történelmi sír található, ahol a nagyjaink, az országért különösen sokat tevők nyugszanak. És 2022. márciusában Keszthelyen, a Szent Miklós temetőben kezdtük, és ma eljutottunk ide Kisvárdára is, körülbelül a 40-néhányadik ilyen parcella követ helyezzük el, és ennek a folyamatnak tulajdonképpen gyakorlatilag az a látható jele, hogy ezekben a történelmi temetőkben egy egységes arculatú térképet készítünk a temetők üzemeltetőjével együttműködésben, és elhelyezünk egy olyan speciális parcella követ, ugye a parcellák sarkán szokták a számokkal jelölni, hogy melyik parcellában járunk, de itt ez a parcella kő most a különleges temetőt jelöli, amelynek a tetején van egy QR kód, amit a mai digitális kor mobil eszközeivel könnyen be lehet olvasni, és a mi honlapunkon ennek a temetőnek az oldalára téved az olvasó, és rögtön találkozik is azzal, hogy kik nyugszanak itt. Jelentős személyiségek megtudhatnak az életútjukról sokat. Itt Kisvárdában Béres Józseffel kapcsolatban azt hiszem nagyon sok mindenkinek nem lehet újdonságot mondani, de sok helyen az országban szükség van arra, hogy elsősorban az ifjúságnak, de akár a felnőtt korosztálynak is meséljünk és mondjuk el, hogy kikre lehetnek büszkék. A világhírű kutatóról fia Béres József is megemlékezett. Édesapja életútja szerinte fontos üzeneteket hordoz a felnövekvő generációk számára. Neki volt egy sajátossága, hogy nem egy adminisztratív kutató volt, hanem a kutatásnak a logikája, annak a belső jellege sokszor elragadta. Ez is magyarázza azt, hogy egy agrárkutató hogy alkot meg egy humán készítményt. De ő képes volt a megfigyeléseit nem csak darabokban látni, hanem szintetizálni. Nagyon fontos a szintézis. Üzenetem lehet talán az is, hogy nem csak a diagnózissal kell a világnak foglalkozni, hogy megállapítsuk az, hogy baj van, vagy az okok baja, hanem a terápia, a megoldás is nagyon fontos. Tehát ha látunk valamit, hogy baj van, akkor a megoldásra kell törekednünk. Talán ez a egyik fő üzenete. A másik, hogy mindezeket a dolgokat nem magunk tesszük, hanem az embertársainkért, a szomszédunkért, a városunkért, az országunkért, az emberiségért, és ezt is ő jól tudta képviselni az élete során. A feltaláló 1920. február 7-én Záhonyban született, életének nagy részét azonban Kisvárdán töltötte. A város ezért minden évben megemlékezik a nemzetközi hírű kutatóról. Minden évben február 7-én a könyvfalán egy emléktábla, ott szokott lenni megemlékező műsor a születésnapján, koszorúzsáz, és utána egy kis irodalmi műsor szokott lenni még a könyvtárban, ez minden olyan folyamatos. Igyekszünk minél több fiatalt bevonni, hogy megismerjük Béres József munkásságát. A Nemzeti Sírkert egy védettségi kategória, amelyet Magyarország kormánya 1999-ben hozott létre, azon az országhatáron belül található sírhelyek számára, amelyekben a nemzet leginkább megbecsült személyei nyugszanak. Béres József Széchenyi díjas kutató Kisvárdán található síremléke 2019 óta védett. Az ötödik helyen zárta az alapszakaszt az NB1-ben az A Stúdió futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese 12 győzelem mellett 3 döntetlent játszott, és 7-szer szenvedett vereséget. A gólkirályi címet a nyíregyházi Gregori szerezte meg 25 találattal. A felsőházi rájátszást február 23-án Veszprémben kezdi a Nyíregyháza. Bár az alapszakasz utolsó két fordulójában vereséget szenvedett, az már korábban eldőlt, hogy a felsőházban végez a nyíregyházi csapat. Végül 12 győzelemmel, 3 döntetlennel és 7 vereséggel az 5. helyen zárta az alapszakasz Lovas Norbert együttese. A nyáron megfogalmazódott bennünk az, hogy jó lenne odaérni a felsőházra, ezért úgy is igazoltunk, illetve olyan szakmai munka folyt, tehát a Bercivel kiegészülve és a Krizsával kapus edzői pozícióba, hogy tényleg teljessé vált a keretünk, és egy normális edzésmunkát végeztek a játékosok.
néha túlszárnyalt az elképzeléseinket ez az alapszakasz, mert azért voltak benne nagyon szép sikerek, voltak fájó vereségek is, de összességében én úgy gondolom, hogy a helyünkön vagyunk. Én az ötödik helyet egyébként ilyen nagyon extra teljesítménynek tartottam szezon előtt. Szezon közben azért, amikor ott elkaptuk a fonalat, akkor már látszott, hogy tényleg meg lesz a felsőház, de nagyon örül neki az egész csapat, és ez egy tényleg klubtörténeti siker szerintem. Az alapszakasz gólkirálya a nyíregyházi színekben játszó brazil Gregory lett 25 találattal. Dávid Rihárd 8 góllal járult hozzá az alapszakasz 5. helyéhez. Én úgy gondolom, hogy a szezon közbeni 8 győztes mérkőzésnek köszönhető igazából az a jó szériánknak köszönhetjük a szonosítvénk a felsőházban. Nem igazán szeretnénk ezzel megelégedni, dolgozunk azért, hogy minél előrébb végezzük a bajnokságban, szeretnénk éremért játszani. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, tudjuk, hogy rengeteg munka kell hozzá, de úgy gondolom, hogy a csapat készen áll arra, hogy ezt az akadályt is megugorja. Mint a vezetőedző elmondta, sokat segítettek nekik a szurkolók, akiknek támogatására számítanak a rájátszásban is. A közönség az nagyon, nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy biztat minket, és a sikerekből ők is kiveszik a részüket. Nagyon köszönjük nekik, és nagyon jó volt itt a Nyíregyháza ellen is játszani egy fantasztikus gála meccset. Majdnem teltház volt, sőt azt mondták, hogy az utóbbi években nem sokan voltak, tehát ennyien, mint most. Szerintem egy... Nélkülük nem megy, tehát semmilyen sportágban. Reméljük, hogy azért a rájátszásra is, hiszen Magyarország legjobb 6 csapata vesz részt benne, és szeretnénk, hogy minél többen jönnének, és azért a többszörös bajnokokat fogjuk fogadni hazai pályán, és remélem, hogy azért közönségcsalogató lesz ezek a mérkőzések. Megpróbáljuk mindenkivel felvenni a kesztyűt, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A válogatott kuvaiti túrája miatt most szünet van a bajnokságban. A felsőházi rájátszást február 23-án Veszprémben kezdi a Nyíregyháza. Az első hazai meccsen február 29-én a Haladás ellen láthatja a közönség Gregoriékat. Kispesten lép pályára az MB2 20. fordulójában a Nyíregyháza Spartakus, Timár Krisztián lista vezető együttese vasárnap a 9. helyen álló Budapest Honvédhoz látogat. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Bozsik Arénában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Több száz járművel, traktorokkal és kombájnokkal vonultak fel pénteken az Záhonyi határátkelőnél a magyar gazdák, tiltakozva az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatala ellen. A demonstrációval az ellen, a tervezet ellen tiltakoztak a magyar gazdák, amely újabb egy évvel meghosszabbítaná a jelenlegi gyakorlatot. A megmozduláson több mint 1000 vettek részt. Pályázati forrásból valósul meg Tiszavasváriban a cseperedő bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése. Épül egy 14 gyermek foglalkoztatására alkalmas csoportszoba, valamint személyzeti helyiségeket is kialakítanak. Hamarosan egy teljesen felszerelt korai fejlesztő szobával is bővül a jelenleg 76 gyermeket ellátó intézmény. Február 9-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton napközben közepesen vagy erősen felhős lehet az ég, rövidebb, hosszabb napos időszakokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul. Vasárnap jó részt borult lesz az ég, éjjel és napközben összességében sok helyen eshet az eső, a Tiszán túlon azonban kevesebb helyen valószínű csapadék, napközben 12-14 fokot mérhetünk.